a Székesfehérvári Egyházmegye az Élni Teljesen Jó életvédő programjának keretében idén is csatlakozott a 40 nap az életért életpárti kampányhoz. Az Egyházmegye papjai szeptember 25 és november 3-a között szentmiséket ajánlottak fel, és azért imádkoztak, hogy akik szeretnék, tarthassák meg magzatukat, több gyermek szülessen meg és csökkenjen a terhesség megszakítások száma. Az akció során imával, bőjtel és békés jelenléttel hívták fel a figyelmet arra, hogy az élet a fogantatással kezdődik. A 40 nap az életért kampány keretében Székesfehérváron, a Szent György Kórháznál minden csütörtökön imádkoztak az Élni Teljesen Jó szervezőinek felhívására. Ez sokakat megérintett, sokan megállnak és elolvasgatják, hogy kik vagyunk. Úgyhogy így indult ez a mostani őszi kampány, és arra jutott minket a Szentlélek az egyik imádkozón keresztül, aki egyszer itt várakozott, látta, hogy itt az babamentő inkubátor környéke kicsit elhanyagolt. És akkor megjegyezte nekem, hogy hát jó, hogy imádkozunk, és innen indulunk, de hogy valamit tehetnénk is kétkezileg az inkubátorért. És éppen jött a 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezés, és arra gondoltam, hogy hát akkor nevezzünk be, és az inkubátor környékét próbáljuk meg felújítani, vagy rendbe tenni legalább. És a kórháztól kaptunk engedélyt, ilyen szuper gyorsan kaptunk engedélyt egy nap alatt erre, és összegyűlt a csapatunk, úgyhogy itt volt 9 felnőtt, meg 6 gyerek, nagyon-nagyon ügyesek voltak a gyerekek is, és hát sikerült virágosítanunk. Itt nagyon csúnya volt a föld, tehát azt meg felástuk, felkapáltuk, mindent csináltunk, és nagyon szépen beültettük, és sikerült lefestenünk a kerítést, meg az inkubátor ajtót. Egyelőre ennyit tudtunk megcsinálni. A 40 nap az életért Székesfehérvári Egyházmegyei programjait a kisgyermekes családok imádságos kirándulással és szentmisével zárták Móron, ahol több tanúságtétel is elhangzott az életvédő akció kapcsán. Nagyon-nagyon nagy meglepetés volt számomra az utolsó ima alkalmon, még imádkoztunk az elején, hogy hát köszönjük a sok csodát, amit eddig is megtapasztalhattunk, hiszen egy kisbabát, egy csecsemőt nem tudtak, vagy nem, hát igen, nem tudtak kiengedni a kórházba az anyuka betegsége miatt, de aztán a 99%-ra azt mondták, hogy nem engedik ki, mert hogy súlyosan beteg volt a baba is, meg az anyukának is van egy alapbetegsége, és sikerült megtartani ezt a babát, ugyanis el akarták vetetni a nagyszülők, de mégis sikerült ezt kiimádkozni, megmaradjon ez a baba, betegen is megmaradt ez a baba, és aztán az anyuka hát nem vihette haza, és ez egy óriási hát krízis volt, még egy nagyobb krízis volt számára, mint az, hogy beteg lett a baba, és hát imádkoztunk érte. És ebből az egy százalék, sikerült az imáink hatására, legalábbis mi így gondoljuk, hogy az imáink azok fölértek Istenhez, és elvihette ez az anyuka ezt a babát, és hát láttuk is azóta őket teljesen véletlenül. Ambrózi Tamás Móri plébános a 40 nap az életért záró eseményén bemutatta Szent Janka életét, és a magzatokért további elkötelezett imára bíztatta a jelenlevőket. A magzatok a legvédtelenebbek, és hogy értük, nekünk kell tenni, mert ők magukért nem tudnak tenni, és hogy ezt tesszük, hogy imádkozunk értük, meg beszélgetünk ott már aki ott van a kórház körül, hogyha jönnek kismamák, akkor megpróbálunk velük beszélgetni, hogy most milyen ügyben jött például, imádkozunk értük, tehát megkérdezzük, hogy lehet-e értük imádkozni. Én most ebben a szentmisével tudtam bekapcsolódni, meg hát nem ez az első ilyen 9 hónapos ima, amit így életemben elmondtam, és hogy nagyon sok hát ilyen lelki gyermekem van. Itt a misén is ott ült az elsősorban 2, akik 14-ben kapott az anyuka betegek szentségét, nagy hittel vette föl, és akkor megszületett a gyermeke, annak ellenére, hogy az orvosok azt mondták, hogy nem lehet gyermeke. Úgyhogy vannak nekem is ilyen gyermekeim, akikért imádkoztam. Úgyhogy nekem nagyon fontos ez az életvédelem. A záró szentmisében hálát adtak az imában adaptált magzatokért, és elköteleződtek az új imádkozók a megfogant gyermekekért.